Ja, még eszembe jut. Bartoskám, öcsém. Ezt nézd meg. Ezt így, amit látod így. Kóla. Két parizel, kenyér. 25 forintba kerülne. Neked. De neked te csak egyet továbbra is a vanília cukrodat. Papírostól együtt, mert az neked való. Jó van, hagyjuk a picsába. Na. Hát. Isten bassza meg ezt a gázos kenyós munkát, az bassza meg az Isten. Már kora reggeltől már ezért mászkálnom kell lesz. Jó Isten bassza meg, az bassza meg. Én nem értem ezeket az embereket is meg, hogy mi az Isten faszáért kell ennyire felizelni az embert. Azt mondja, hogy hát, reggel kárunk kell dolgozni. Mint látszódik az arcom is, meg vagyok parafákozva, remélem látszódik a kamerába. Két oldalról is, itt is. Hát, muszáj menni. Na jó, az, hogyha van egy kis kicsó, 20 pénzbe. Szasza. Reggel 5 órától már nem kell dolgozni. És tudjátok, amit beszéltem, hogy járok az egyik asszonykának elmenni, felkapálnak el, tök minden, stb. Hát most azt megbeszéltük. Megbeszéltük, hogy 5 órakor ott leszek, megfele. És olyan képzeljetek el, hogy az asszony akarja nekem megmutatni, hogy kell kapálni. Ő fogja nekem megmutatni. És olyan képzeljetek el, olyan okos az az öreg asszony, nagyon rendes, meg értelmes, meg okos, ahhoz képest az idő, az ő korához képest, okos. Mert ő már olyan, hogy 70 éves körüli az asszony, és hogy mondjam nektek, vannak még ezek a másik öreg asszonyok, akik
viszont idős, de azok olyan buták, hogy csak, most nem az, hogy megbántás, mert nem Isten őriz, nem megbántás képen mondom, csak hogy ez az öreg néni annyira értelmes, meg nem beteg, nem izél semmi, rendesen még friss, üde, jön, megy, buszocskázik, kocsikázik, kocsival is megy néha, valamikor bemegy Miskolcra, meg ilyenek. És képzeljétek el, nem viszi ő senkit magával, meg ilyenek, hogy onokáját, meg ilyesmi. Nem. Hanem ő fogja, felül mondjuk a buszta, és kész, megy. És azért, ez mondjuk szerintem, vagy csak nem tudom, lehet, hogy csak én látom fordítva, de ez a néni, ez olyan, hogy mondom, friss, üde, jön meg nagy gyorsan, tétszakcsorra, megpakolva, kezébe, állandóan ide-oda mászkál. Mondom, ez faszta. Ez még elég ügyes ez az asszony. Na mindegy. És akkor ő mondja nekem, azt mondja, na majd fiacskám, majd azt mondja, ki jössz majd, akkor majd megmutatom én neked. Milyen a kapálás, meg ilyen. Mondom, jó van néneke. Mondom, kimegyek magával. És mondta nekem, hogy megmutassa minden. Jó van, menjünk. Kimentünk, máma megnéztem, hogy mekkora a telkem, hogy azonnal dolgozni hónap megyek. És elég nagy telke van ahhoz képest, neki, az asszonynak. Hát mit mondja? Akkor lehet, hú. Mint, hogy mondjam, vagy ülök innen, mint például innen, ahogy ülök, és teljesen hosszú kifele, nagy hosszú, széles, jó nagy széles telekről van szó neki, és azt a kéne neki rendbe tenni, hogy nem ülje be a gaz. Meg ahogy láttam, hogy voltak ott neki rózsabokrok, ezeket kell lesz lemetszeni, meg ilyenek. Most megpróbálunk neki megcsinálni, helyrehozni. És ezért mondtam, hogy a kurva Isten basszanak, mert nem volt hozzászokva a korálkeléshez. Ugye? Aki ismer engem, vannak ilyen barátok, meg ilyen, azok tudják, hogy hány órakor szoktam felkelni, 11 óra, 10 óra fele, valamikor dél, mikor hogy. És most egy kicsit megváltozott az egész, azt akkor ez véget kell korábban kelni, de mindegy, felkelek itt. Nem is arról van szó. És ezekről van szó. Na mindegy. Hát megpróbálok neki segíteni. Ja, meg azért is mondta, hogy én menjek már el segíteni, mert látta itt a munkori kertünket, amit mutattam nektek is, hogy emlékeztek rá. És ahogy látta, hogy megcsináltam a kertet, még tetszett neki, azt mondta, hogy menjek már el segíteni. Megfizet, meg ilyenek. Mondtam neki, mondom, jó, már mondom, hagyja már a fizetségét.
Mondta, hogy azt mondja, megfizeti, meghálálja, meg ilyen. Mondom, tessék hagyni, mondom, megcsinálom szívesen. Úgy elmegyek neki, és akkor ezeket majd talán majd bemutassuk valamikor, ha sikerül bemutatni. Akár megengedi ő, nem biztos, hogy meg fogja engedni. És hogy ezt ott megpróbáljuk, bemutatni a szép telket, mert jó, mert mondom, jó, hosszú, tágas telekről van szó, széles telekről. És akkor majd ezeket bemutassuk nektek, ha sikerül, mondom, majd beszélek a nénikébe. Na, Bartoskám, meg Finkille, császtok, és szevasztok, faszom szájuk.